Ki volt neked itt? Nekem az unokatestvérem. Hogy hívják? Ne menj el! Kérdezni, hogy hol van a Gersics papír. Itt van a lányom is, meg a vőlegénye is. Teljes ja. Szépségünkben. Én vagyok a kis kis hú. Eredményesebb és magasabb színvonalú munkát végeztek, és kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat, és kezdik meg hivatásos szolgálatokat. Köszöntöm azokat is, akik magasabb színvonalú elhat nehéz, gondolják. Fiatal barátokban talán felvetődik a kérdés, hogy akkor kezdik meg hivatásos tiszti szolgálatokat, amikor a magyar honvédség egy radikális, alapvető reform előtt áll. És akik ezt csinálják, és akik benne vagyunk, tudjuk, hogy mennyi kínlódással és mennyi gonddal jár. Talán felvetődött önökben éppen ezek miatt, hogy érdemes-e ezt megkezdeni. Én azt mondom önöknek, hogy érdemes lesz. Hiszen, mint minden reform, a kezdet kezdete és a folyamat nehéz. Gondolják. De azt hiszem, hogy önök lesznek azok, akik friss, korszerű ismeretek birtokában élvezői is lesznek ennek a reformnak, mert ez a reform elkerülhetetlen, mint ahogy elkerülhetetlen az élet minden más területén. Ebben az országban a kérdés úgy vetődik fel, és ez vonatkozik a honvédségre is, hogy toldozgatunk-oldozgatunk-e tovább, vagy pedig megpróbáljuk életünket a kor színvonalán megszervezni és kialakítani. És ez vonatkozik a honvédségre is. A kor színvonalán működő fegyveres erejük lesznek-e, és benne a hivatásos tisztek, akik biztos karrier előtt és tisztes megélhetést kapnak ettől a honvédségtől. Én biztos vagyok benne, hogy önök ilyen út előtt állnak, és nyugodt lelkiismerettel
kezdhetik meg szolgálatukat, és azt hiszem, van tér és hely, hogy korszerű ismereteiket érvényesíteni tudják. Szeretném megköszönni befejezésként hozzátartozóiknak, hogy segítették önöket tanulmányaik során, és kérni, hogy a nehéz tiszti szolgálat további éveiben álljanak továbbra is önök mellett. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében még egyszer gratulálok önöknek, és sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Kedves egészséget!